Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornán, én vagyok. Most egy összehasonlítással szeretnék nektek kedveskedni. Méghozzá a Ford Mustang GT-ről le le lesz ma szó. Az 143-as Burago Streetfire és az 164-es Mazaret kis autót fogom összehasonlítani aki már követi egy jó ideje a csatornámat, még az látható, hogy még a múlt hónapban vettem egy 164-es méretarányú Burego Streetfire 60 es Mustang GT-t, de az semmilyen szinten nem hasonlít erre, erre a kettőre amit most így összehasonlítok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt így e, e, inkább ezt a két autót fogom összehasonlítani. Az eltérő méretarány ellenére ez még szerintem belefér. Ez nem olyan, hogy egy, mondjuk egy Smartot vagy egy Hot Wheels-ot hasonlítok össze, hanem ez kicsi más kategória. Úgyhogy igazából lényeg, ami lényeg, hogy kezdjünk is bele a videóba. Na itt is látható ez a e, két autó. És akkor meg is mutatom, hogy miért döntöttem így. Hát ugye ezt vettem meg még a múlt hónapban nézitek, csak meg sehogy sem hasonlít a kettő egymásra, ez inkább egy sebbire emlékeztet engem. Jó, oldalról nagyjából hasonlítanak, de hátulról sem hasonlítanak, tehát így, így, nem lehet őket összehasonlítani, tehát így nem lehet ezzel mit kezdeni. Úgyhogy igazából marad ez a felállás, ugye ez a burágó, ez pedig a mazsveret, de előtte beszélnék nektek egy picit az autónak a történetéről, ahogy ezt megszokhattátok tőlem. Ugye ez, a, ez a Ford Mustang GT az első generációs Mustangból lett kilakítva, amit 1964 és 73 között gyártottak. Hát hogy az olajválság véget kellett a gyártását beszüntetni, de így is hatalmas nagy sikereket ért el a típus. És mivel már kezdetekben is lehetett látni, hogy nagyon nagy sikert aratott ez az autótípus, úgy döntöttek, hogy megpróbálják megalkotni a sportosabb változatát. Elsősorban az volt a cél, hogy egy nagy blokkos V8-as beférjen a motortérbe. Li ilyakokkal eleinte habozott, de végül is belement, és ő felügyelte az egész fejlesztési projektet, és a, maga az autó az végül 1966. augusztusára készült az 1960-es modellévre, aki esetleg még nem érti, hogy hogy működik a modellév, akkor annak elmondom, hogy ne naptár szerint nézzük, hanem a nagy nyári leállásokhoz kell ezt igazítani, ami általában a júliushoz meg augusztushoz köthető. Példaként elmondom, hogyha most 2021 novemberében megjelenik egy új gépkocsi típus, akkor az már a 2022-es modellébe tartozik be, de tegyük fel azt is, hogy mondjuk ma, pontosan ma megjelenik egy gépjármű, akkor az még a 2021-es modellébe tartozik bele. Bár azért vannak néha összevisszaságok, nem mindig lehet érteni, de ez az alapkoncepció. Mindig ez csak egy mellék adalék volt. Szóval 1966 augusztusában járnak meg, és egészen 1968 augusztusáig gyártották azt a gépkocsi típust. Ez az autó az alapváltozathoz képest, meg is mutatom, Ugye az alapváltozatot szerintem mindenki látta, ugye ez lenne az egy, ez a kupé ikonikus formaterv. Az előtthöz képest nagyobb is, meg nehezebb is lett, ezáltal megnőtt a csomagtér, illetve a beltér, utóbbiról fog, is fogok majd beszélni, illetve ugye hát nagyobb motorokat kapott. Ugye ahogy mondottam, ugye egy nagy blokkos v 8 akartak belepakolni, Eleinte egy 4 es V8-as Windsor motort szereltek be az autókba, későbbiekben elérhetővé vált a 6 es V8-as FM motor, ami 320 lőrő teljesített, és ezeket egyébként a thunderbird is beleépítették, de aki ezzel sem elégedett meg, annak még ott volt a lehetőségként a 7 literes V8-as Cobra Jet féle motor 330 lóerővel. Szóval azért ja, nem vacakoltak a teljesítménnyel, és ahogy mondottam, ugye maga az autóbeltere az nagyobb lett, illetve hát tágasabb lett, mondhatjuk úgy. És akkor erről is beszélnék egy picit, hogy miket változtattak rajta. Egy, ahogy mondottam, ugye hát Ma már sokat hogy nagyobb lett, de meg kényelmesebb, meg több kárpitozást alkalmaztak. Kicserélték a kormánykereket, egy jó, a sportosabb kormánykereket kapott a jármű, a fordulatszámérőt is kapott, emiatt meg is szüntették a ralipák változatnak az árusítását, mert eleinte csak azt kapott számérő, de ahogy ez megjelent, igazából feleslegesítette a ralipák változatnak a gyártását. Több többfajta kárpidozást is alkalmaztak, jó, ezt le lehet, hogy már mondtam, oké, biztonság szempontjából sokat jutott előre ez az autótípus, ugyanis az alap Mustang változat alapfelszereltségként egy két pontos biztonsági övet kapott, gondolom minden ülésre, de opcionálisan kérhető volt a mai ismert három pontos. A GT-kbe alapból a három pontos övi járt, ráadásul biztonsági kormányoszlopot is kapott, illetve Négy figyelmeztető kontrolllámpával egészítették ki a műszerfalat, ami az alábbiakra figyelmeztetett, alacsony benzinszint, kézifékkor kiengedése, nyitott ajtó és a biztonsági be becsatolása, ami azért eléggé komoly előrelépésnek számít. Nyilván ma ez alapvetőnek számít, de 1966-ról beszélünk, ami hát nem éppen ma volt. Kétfajta változata létezett e, ennek a e, mustang gt -nek. hát e, igazából kettő speciális a változat, ugye a California e, e, California Special Mustang vagy a High Country Special. E, előbbinek az a jellegzetessége, hogy csak is a nyugati államokban árusították, és csak is kupi kivitelben lehetett őket elérni. Amíg a High Country special azt lehetett kapni fezvek, tehát ebben a karosszéria formában kabrióként, illetve még az 1968-as modellében lehetett kérni kupé karosszériával, és Denverben árusították ezeket az autókat. A Mustang GT-nek 1968-ban ugrott meg igazán a népszerűsége, Szerintem biztos, hogy sokan láttátok a Minden idők legjobb autósüldözését a San Francisco-i Tanult című filmnek hát magyarul nem is hiszem, hogy ismerős a cím, de hogyha én azt mondom, hogy bullit, akkor már azért derenkhet valami. Én magát a filmet nem láttam, de az autós üldözést igen, hosszú perceken át folyó autós üldözés zene nélkül, de egyáltalán nem unalmas, sőt, rendkívüli módon izgalmas, ahogy Steve McQueen egy ilyen, hát ilyen olajzöld mustanggal üldözi a rossz fiúkat San Francisco-i utcán, San Francisco utcáin, akik egy 68-as évjáratú Dodge charger menekülnek. Nos, hát igazából ennyit akartam elmondani az autónak a típusáról. Nézzük is meg ugye a két autót, ugye a szokásos 7 szempont alapján fogom őket értékelni. Az autók eleje, oldalam, hátulja, beltér, alváz, gurulás, és ugye maga az árérték arány. Na, akkor kezdjünk is bele az autók összehasonlításába. Szerencsére mind a kettő autónál szépen kidolgozták a, az orrészt, tehát nagyjából rendben vannak. Talán a Buragónál szebb lett a fényszóró, mert jobban kivető, ha bár nem értem, hogy egy, egy ilyen betétet, mint mondjuk itt, miért nem alkalmaztak, mert ugye itt csak a semmiben lenne egy ilyen átlátszó valami, akkor ez se lenne valami szép, hanem hogyha alkalmaztak volna egy ilyen betétet, akkor sokkal szebb lett volna az autó. Ez erre is vonatkozik, de ennél sokkal jobban kivető az, hogy hol vannak a fényszórók. Viszont az ez embléma viszont ezen sikerült jól igazából. Mind a kettőnél a lökhárító az eléggé rossz, sajnálatos módon rossz. Nézzük csak meg, hát ugye ennél az, hogy nagyon eláll az autó karosszériájától, tehát látjátok, hogy mekkora hézag van ott, és hiába próbálom visszahajlítani, nem maradott a -e én, úgyhogy ez felejtős. Ennél viszont az a nagyon nagy probléma, hogy ugyan, hát itt se simul rá annyira, de jóval szemben rá simul, viszont ez annyira elhajlítható hogy műanyagból készült, hogy hihetetlen, tehát annyira érzékeny ez, hogy hogy valami borzasztó, tehát ezeknek az autóknak a az első lökállítója hát nem sikerült éppenséggel, Úgyhogy hát nem is tudok dönteni, hát igazából mind a kettő kap egy-egy pontot, egyiknél sem jó a lökhárító, de a maradék rész, amit ki kell dolgozni, az aránylag rendben van, úgyhogy mind a kettő szerintem kaphat egy-egy pontot. Nézzük meg akkor az autók oldalát is. Hát ugye egyiknél se az ilyen igazi busztán gyári felni van rajta, hanem az ilyen ma mazseret, vagy a burágo által bevált szokványos felnik, hogy hát kerekek, szerintem mind a kettő abszolút jól állnak. A színválasztásra is amúgy elégedett vagyok. A csíkok is rendben vannak, mind a kettőnél rendben vannak a tükrök, bár nekem itt az a furcsa, hogy itt nincsen pillangóablak, ablak, itt pedig, ennél pedig az, hogy van pillangó csak nincsen kidolgozva. Hát nehéz kérdés, nehéz kérdés, mit kell, hogy mondjak. Talán azért, mert így keret nélkül ez az autó eléggé furcsán néz ki, és hát nem éppen pozitív értelemben, hát annyira nem tetszetős. Ez azért ez kicsi valósághűblet, úgyhogy inkább ennek adok egy pontot. Nézzük meg akkor az autóknak a hátulját. Mind a kettőnél szerintem aránylag szépen vannak kidolgozva a féklen... Na beszélni sem tudok, halljátok. Na, mind a kettőnél aránylag szépen vannak kidolgozva a féklámpák, ha bár szerintem a mazsaretnél picikét szebb, tehát itt egy picikét el van csúszva a festék, meg aránylag kicsik a lámpák a kerethez képest, de a Mustang felirat, a tankbetöltő nyílás az rendben van, a hátsó lökhárítók is szépek, itt még rendszámot is kapunk igazából, Hát nem annyira egyszerű ezt eldönteni, hogy melyik autó kapjon most pontot, mert ennél ugye van rendszem, ráadásul aránylag jó, itt viszont sokkal szebbek a féklámpák. Hát én azt mondom, hogy legyen egy-egy pont, úgyhogy most 3-2 a Burago javára. Nézzük meg akkor az autók belterét. Hát a Burago az most hátrányban fog indulni, mert nem lehet kinyitni az ajtókat. Úgyhogy először nézzük meg a mazserettet szép piros maga a beltér, egészen jól áttekinthető, tehát nem ezt a borzalmas fekete belteret alkalmazták. Szép maga a kormánykerék, a műszerfalpult már annyira nem. Az ülések egészen jól néznek ki, de, de, nézzétek csak meg a sofőr előtt semmi nincsen, azt nem mondja nekem semmi, hogy az igazin is így volt, mert én azt nem hiszem el. Érdekes, hogy a középkonzolom, meg az anyósülés előtt lévő részen mindent kidolgoztak. Na mindegy, ez egy picikét furcsa, de amúgy én azt mondom, hogy a piros szém miatt rendben van, meg hogy nagyon jól áttekinthető. Minek kapcsoltam ki a vakot, mert ugye az kelleni fog még. Na nézzük meg akkor a burágóét. Itt is nagyon szép maga a kormánykerék, csak az a baj, hogy fekete, és nem lehet nagyon áttekinteni az autónak a belterét. Hát az a váltókor az kisé furcsa, de az ülések azok szerintem egész szépek. Hát ö, ott se látok semmilyen műszert, sőt, kevesebb minden is van kidolgozva a burágónál, úgyhogy egyértelmű, hogy a nem fogok egy pontot adni. Több mindenki van dolgozva, világosabb, sokkal jobban áttekinthető, és még az ajtókat is ki lehet nyitni, úgyhogy ez egy ez egy fölényes egy pont igazából a burágóval szemben. Én azt hittem, hogy sokan nehezebb dolgom lesz itt is. Na, hát az autó kalváza, hát e, szerintem nem is kell nagyon necsetelni, hogy melyik kaphat tőlem egy pontot, de azért kifejtem itt is a véleményem, hogy itt csak igazából egy kipufogót kapunk. És ennyi. Itt azért eléggé részletesnek mondható itt minden. Egy egész kipufogó rendszer, egy, egy hajtáslánc, felfüggesztés, benzintank, jó az mondjuk itt is van, csak hát annyira nincsen szépen kidolgozva és még azért érdekességképpen nézzük meg a feliratokat, ugye ilyen alvázat már azért sokszor láthatatok a kezemben, tehát ugye burágó, autótípus, méretarány, gyártási hely, itt bocsánat, 1.64-es méretarány mondom, de ez 1.62-es, oké, okay. itt ugye, ugye, ez egy Ford Mustang, és hát tájföldön készítették meg, ugye a gyártónak a logója található meg itt, hát egyértelmű, hogy a burágó fog most egy pontot kapni, úgyhogy most 4-3 a Burágó javára. Hát eléggé szoros ez a verseny, mit kell, hogy mondjak. Nézzük meg az autó gurulását. Hát a Burágó, mint hogy a picikét jobban gurulnám, az egy dolog, de a Mustang, de a valami szörnyű hangja van. Tehát, mint hogyha valami hozzáérne a kerékhez, valami borzalmas. Na mindegy, hát ugye a burágoz jobban gurul, úgyhogy szerintem egyértelmű, hogy a Burago fog tőlem most egy pontot kapni. 5-3 az állás, hát ugye már igazából borítékolható, hogy melyik fogja megnyerni a versenyt, de azért még az utolsó szempontról is beszélnék az árértékarányról. arányról. Nos, ezt az autót én a Pepco-ban vettem 920 forintért, mostanában ilyen világos kék színben találtam meg, E, igazából azzal, hogy én ugye nem rendelkezek, de lehet, hogy egyszer azt is beszerzem, de nem, nem néz ki rosszul. E, ezt pedig egy kis játékboltban vettem körülbelül ilyen 1200 vagy 1300 forintért, de inkább 1300 volt. Nos, hát mit is gondolok így, így ezekről? Hát nagyjából hasonlóan van mind a kettő autó kidolgozva. Bizonyos szempontokban, mint például a szebb féklámpa, vagy a jobb beltér, a mazsarát nyerő, de ha én autót szeretnék választani, akkor mindenféleképpen ezt választanám, mert itt is vannak dolgok, amik szebben vannak kidolgozva, tehát alváz, az autó óra is aránylag jónak mondható, most az, hogy így eláll a az csak egy dolog, de amúgy szerintem teljes mértékben vállalható, és azért jóval olcsóbb, nem beszélve arról, hogy sokkal könnyebben elérhető, mert mondom, amíg ezt maximum talán a Müllerben lehet ilyen autót találni, Addig ilyen autót a Pepco-ban is lehet találni, ilyen mustangot, és oda Sokra, sokkal gyakrabban jönnek ilyen autók. Úgyhogy én inkább mindenféleképpen Ednek adnék egy pontot. Úgyhogy hát 6-3-ra a Borágon nyerte meg ezt az összehasonlítást, de a mazsaretnek sincsen igazából mit szégyenkeznie. És a véleményem nem szentírás, ha valaki egyetért velem, akkor egyetért, ha nem, akkor meg nem. Hát ennyi lett volna már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megnéztétek, meg annak ellenére, hogy össze-vissza hadartam. Mondom ugye, aki esetleg nem tud róla, hogy én igazából olyan vagyok, hogy az agyam sokkal előrébb jár, mint a szám, és emiatt összeakad a nyelvem eléggé gyakran, és ha zavart titeket, akkor én ezt megértem, és ezért elnézést is kérek mindenkitől. Ha tetszett ennek ellenére a videókor, akkor ezt kérlek jelezzétek a lájkommal, like a feliratkozással, a, esetleg a megosztással, a többi videó megnézésével, meg az értesítés bekapcsolásával. De hogyha mégsem tetszett, amit én teljesen megértek, akkor nyugodtan lehet diszlájkolni és megint a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső volt a melközebbi videóban, remélem, hogy találkozunk addig is. Jók legyetek, sziasztok és további szép napot kívánok mindenkinek!